2021-ben alapították a megyei civil díjat, amelyet a civil naphoz, vagyis február 1-jéhez kapcsolódva idén második alkalommal adtak át. Ezt a díjat azért alapítottuk, hogy olyan civil szervezetekben évtizedek óta, évek évtizedek óta, és két olyan személyt tüntetünk ma ki, akik évtizedek óta dolgoznak a civil világban, vagy legalább egy évtizede, akik abban a közösségben példamutatót alkotnak a maguk tevékenységével, és önkéntesen, önzetlenül végzik azt a sok esetben szervezési, adminisztratív, közösségépítési munkát, amelyet az adott közösségben végeznek. A cél, hogy felhívják a figyelmet a civilek gyakran háttérben maradó, de fontos munkájára. Nagyon örülök a kezdeményezésnek, hogy ezt a megyei díjat is megalapították, hiszen a civil nap alkalmából van egy országos díjat adó ünnepség is, ott is voltak megyei díjazottak, és ilyen módon fel tudjuk hívni a megye közvéleményének figyelmét azokra az emberekre, akik önkéntességben, a társadalom építésében évek óta következetesen dolgoznak. 2022-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil díjat két személy kapta meg. 1983 óta vezetek civil közösségeket, felépítettem több szervezetet, ebből két 30 éves szervezet van, énekkar, tánckar, népzenével, népművészettel kapcsolatosan. A 30 év nagyon hosszú volt, és nagyon nehéz, fáradtságos, de megérte. Programokat szervezek, ösztöndíjakat adunk fiataloknak, hátrányos helyzetű családoknak, fiatal felnőtteknek, fiataloknak próbálunk segíteni a programjaink által. A kulturális szabadidő hasznos eltöltését próbáljuk fő célként, meg fő vonalként ugye vezetni, hogy a mostani fiatalok egy olyan programon vehessenek részt, ahol a hagyományok, a kultúra, az értékeket tudják továbbvinni. A civilek munkája nem csak megyei, országos szinten is egyre nagyobb figyelmet kap. Pénteken volt a első országos civil konferencia Budapesten, és büszkék voltunk arra, hogy Szabolcsból érkeztünk, hiszen egy nagy küldöttség érkezett Szabolcsból, ami mutatja, hogy mind az Egyesület, mind a civil szolgáltató központ jól működik. Ezt láthatja az egész ország, és büszke voltam arra, hogy a civil társadalom, amely erős több településen, itt a megyeszékhelyen és a megye több településén, az egy olyan hatékony, gyors, rugalmas segítséget tud adni a polgároknak, a valódi civil szervezetekről beszélek, amelyek területeket vállalnak föl. Ez pedig egyre inkább szerteágazó. Sok civil vállal fontos szerepet a kultúra, a sport, az oktatás vagy a hátrányos helyzetűek megsegítése területén.